Üdvözlök mindenkit, ma is pazar kormányunkunk lesz. Már nem azoknak, akik abban reménykednek, hogy Magyar Péter személyében először lesz női miniszterelnöke Magyarországnak. Ha valakit most meglep ez a mondat, az nem figyelt az utóbbi napokban. A múlt héten ugyanis minden kétséget kizáróan fény derült a titokra, miszerint Magyar Péter nő. Bár ezért nem is lenne érdemes foglalkozni vele, de azért mégiscsak rá kell mutatnunk a messiások új üdvöskéjének ellentmondásaira. Már régebben is voltak jelek, amik arra utaltak, hogy Magyar Péter egy nő, hisz ne felejtsük, korábban a középső neve is női volt, ugye Varga Judit férje. Aztán emlékezhetünk, nemrég is volt egy csajos húzása, amikor is lelopta a barátnője fejéről a női napszemüveget, és abban villogott a tüntetése. Pár napja női biciklivel ment az iBike Budapest felvonulására, azt már tényleg rossz volt nézni. Azt találgattuk a haverokkal, hogy mikor fog menstruációs szegénységre hivatkozva dollárt kunyerálni. A liberális tényellenőrzők azt mondják, hogy a szemüveg és a biciklis uniszex volt, de ez a mi köreinkben nem nagyon különbözik a picsás dolgoktól. Remélem a kormánypártiak után az ellenzéki szavazók is belátják, hogy nem adhatjuk egy nő kezébe az ország sorsát, pláne egy olyan éba, akit még álló helyzetben is hátraküldenek egy autó anyósüléséről a platóra, hogy ott pletykálkodjon. Nem akarjuk ugye, hogy mosogatás, vasalás és főzés legyen a kormányprogram? Vagy veszekedés? Visszabeszélés? Emlékeztetnék mindenkit, hogy az eddigi utolsó női miniszterünknek is azért kellett lemondania, mert ellenjegyzett valamit. És még egy dolog erről a magyar nőcskéről. Ma már azt is tudjuk, hogy kik tologatják, hogy szépen fogalmazzak. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter mögött a datadat áll. Szívesen mondanám, hogy gyerünk datadat, pakolj oda! De nem ilyen szép történet. Magyar Péter mögött ugyanis még Nagy Ervin és Noár is ott áll. És ott van mellette, úgy értem, hogy balról mögötte még Gyurcsány Ferenc. Jobbról mögötte, picit Sréhen pedig Brüsszel is. Kicsivel előrébb, de azért még mindig mögötte ott van Márki-Zay Péter, akinek ugye a lábai nem látszanak, mert miniferi. És egy arasznyival mindenki háta mögött. Ha szemből nézzük, akkor azt mondanám, hogy inkább balról, pedig Karácsony Gergely is feltűnik, bár őt mindig kitakarják mögüle. És vannak még szintek, mert a datadat mögött is áll még valaki, Bajnai Gordon. Ki? Bajnai Gordon. Kicsoda? Bajnai Gordon. Nem? Semmi? Nem igaz, hogy nem ismerik, hetek óta ezt szajkózzuk, azért már... Kicsoda? Félix, ez most volt. Figyeljél már oda, fuss neki még egyszer, jó? Mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval beszélgetett egy fotó? Beszélgetett? Hát ez aranyos. Én inkább azt mondanám, hogy csacsogtak. Persze nem a befőttekről, hanem gondolom az asszonyverésről. Ja, de a befőttekről. Na, menjünk is tovább, mert tájékoztatni szeretném önöket, hogy hol lehet találkozni a miniszterelnök úrral a kampány során, és hol lehet neki feltenni kérdéseket, esetleg szelfizni vele. Sehol. Igen, ezzel kapcsolatban kérdés. Tessék. Szent király Alexandra azt mondta, nem randizna Karácsony Gergellyel. És velem? Veled? Egy szexbábú se randizna, pedig annak nincsenek is saját gondolatai. Igen, hát ezért próbálkoznék a Szandinál. Ej, Origo. Tudod, mit mondaná erre az undorító szexista dumára a Szandi, ha ezt hallaná? Gyurcsány Ferenc? Igen. Na, ennyi időnk volt ma. Jövő héten elmesélem maguknak, mennyi minden lesz itt 2030-ra, addig pedig bírják ki valahogy. Mármint a jövő hétig. És addig legyenek máshol. A viszontlátásra. Ha azt szeretnéd, hogy mi is 140 milliót költsünk Facebook hirdetésekre, mint a Megafon, akkor adj pénzt a Patreonon. Ez nem minősül külföldi finanszírozásnak, vagy ha mégis, akkor elintézzük azt a szuverenitás védelemmel, de igazából meg szarunk rá, mert azt csinálunk, amit akarunk.